3/2-es ügynökként aktív besugó volt Magyar Péter pártjának alelnöke. Önként és rossz hiszeműen jelentgette fel ismerőseit, akik a kommunista diktatúrából nyugatra akartak menekülni. Deák Boldizsárt egy bolti lopás után szervezték be állambiztonsági hálózatba, és hát ez a tolvaj hajlama megmaradt utána is. Magyar Péter a nem is általa elnökölt pártjáról úgy nyilatkozott, hogy a vezetőinek az értékrendje az övéhez hasonlít. Nos, pártjának alelnöke, Deák Boldizsár, a Kádár rezsimben az állambiztonsági szervek beépített ügynöke volt Sólyom fedőnében, ugyanúgy 3/2-es, mint a D-209-es fedőnevű Medgyessy Péter, vagy egykori kollégájuk. A szintén 3/2-es ügynök Martonyi János, aki Marosvásárhelyi, illetve Magasdi fedőnéven írt jelentéseket külföldi útjairól. Elképesztő az, hogy Martonyi János születésnapja alkalmából nem szégyelte az állam most soron kívül a magyar érdemre nagy keresztjével kitüntetni őt egyfajta születésnapi ajándékként, amit hát legalább hála Istennek, hogy Medgyessy Péter, a D-209-es kollégája esetében nem láthatunk. Éppen ezért is egy kicsit álságos a Fidesz tiltakozása, illetve a Holdudvar médiájának felháborodása Magyar Péter alelnökének, alelnök társának ügyében. Annál is inkább, mert ennek az egykori ügynök, Deák Boldizsárnak az kaszinó ügyleteit erkölcsileg szintén nem ítélheti meg az, akik közben támogatták a szintén kaszinó koncessziókon milliárdossá vált Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterré válását immár oligarchaként. A Mi Hazánk mozgalom viszont alapító nyilatkozata által kijelölt úton haladva, és azon az erkölcsi és morális mesdjén haladva, amit kitűztünk magunk elé, Pongrácz András alapító atyánk által is, azt az antikommunizmusunkat képviselve szót emelezünk ez ellen, és felmutatjuk, hogy milyen álságos Magyar Péter pártjának antikommunista, illetve állambiztonsági múlt feltárására vonatkozó követelése is, miközben vezető tisztségviselőjük súlyosan érintett. Ennek részleteit pedig nem más tárta fel, mint Magyarország legnépszerűbb történésze, dr. Borvendég Zsuzsanna, aki nem csak hogy a legnépszerűbb történész Magyarországon, de rendkívül alapos kutató is, ezért lett a Mi Hazánk mozgalom európai parlamenti képviselőjelöltje, hiszen a globalista hálózati összefonódásokat is fel kell tárni. A multinacionális cégek már nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint egyes nemzetállamok. Az átmentett kommunista hálózatrendszerek kapcsán pedig ki kell végül emeljem, amit Torockai László tárt fel, hogy Sadl György anyja és nevelőapja is a kommunista diktatúra titkosszolgálatának volt a tagja. A szervezet kapcsolatot tartott a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal is. Mindenhová be voltak és be vannak épülve Magyar Péter pártjába is. Szeretettel köszöntök mindenkit, engem, mint történészt többségében úgy ismernek, mint a hálózatokkal foglalkozó kutatót, és ez nyilvánvalóan a rendszerváltáson átívelő pártállami kapcsolatrendszerekre is vonatkozik, és különös tekintettel az állambiztonsági szolgálatoknak az átmentett és informálisan, esetlegesen továbbműködő hálózati összefonódásaira. Éppen ezért nagy érdeklődéssel figyeltem a sajtóban megjelent híreket, amelyben egy Sólyom Fedő nevű ügynök érintettsége merült fel a közéletben, és kikértem Sólyom Fedő nevű ügynöknek az ügynök aktáját, az úgynevezett ügynök aktáját, tehát az M-dossziéját, amiben a Sólyom Fedő nevű ügynök jelentéseit gyűjtötték össze. Jó magam, rengeteg ügynök dossziét, M-dossziét vizsgáltam már át, tehát nagyjából és egészéből nagyon jól be tudom lőni azt, hogy melyik ügynök melyik kategóriába sorolható. Ezek alapján Sólyom Fedő nevű ügynök semmiképpen nem tartozik a rendszer áldozatai közé. Röviden összefoglalnám, hogy milyen típusú jelentések vannak ebben a dossziéban. Kiderül belőle, hogy 1973. október 27-től volt a Belügyminisztérium 3/2-es csoportfőnökségének a beszervezett
hálózati operatív tagja, és 10 éven keresztül egészen biztosan jelentett, hiszen az utolsó jelentés 1983. december 20-án keletkezett. Jelentései rendszeresek voltak és gyakoriak. Legtöbb jelentésének végén az operatív tiszt, tehát a tartó tisztje megjegyezte, hogy operatív szempontból értékesek voltak a jelentései, sőt, a legtöbb jelentésen az is szerepel, hogy olyan információkat adott át az állambiztonságnak, amellyel korábban a SZERB nem rendelkezett, magyarán a jelentéseivel ártott és kárt okozott a környezetének. Milyen jellegűek voltak ezek a károkozások? Egy-két példát kiemeltem ezen jelentések közül. Például előfordult, hogy a 70-es évek elején jelentett egy kollégájáról, aki bizalmasan elmesélte neki, hogy a nyári utazások alkalmával, amely Nyugat-Európába történt, nem kívánnak visszatérni. Tehát a korabeli szóhasználattal élve disszidálni készültek. Ezt Solyon Fedő nevű ügynök jelentette a tartótisztjének, és az intézkedési tervből látszik, hogy az állambiztonság bizony mindent megtett azért, hogy megakadályozza ennek a házaspárnak a távozását az országból. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy kvázi feljelentette a kollégáját az állambiztonság előtt. Feltűnően sokat utazott Solyon Fedő nevű ügynök ezekben az években, amikor egy átlag magyar állampolgárnak legjobb esetben is csak 3 évente volt lehetősége útlevélhez jutni. Solyon Fedő nevű ügynök volt, hogy évente többször is nyugati látogatásokat tett, nem csak Nyugat-Európába, de egyébként az Egyesült Államokba is eljutott egy szervezett IBUS úttal kapcsolatban. Többek között ezért is volt a feladata az, hogy megfigyelje az emigrációban élő magyar honfitársainkat, velük kapcsolatot tartott levelezés útján is. Egyébként, illetve hazalátogattak ezek az emigrációban élő magyar honfitársaink, akkor felvették vele a kapcsolatot. Ezekről az érintkezésekről Solyon Fedő nevű ügynök rendszeresen jelentett az állambiztonságnak. De az is előfordult, hogy felvett egy stoppost valahol az északi középhegységben, aki beszélgetésbe elegyedett jóhiszeműen a sofőrrel. Kiderült erről a stopposról, hogy a Mahart egyik matróza, aki éppen hazafele tartott szabadságra, Recski otthonába, és elmesélte, hogy a legutóbbi útjukon a Mahart fedésében a néphadsereg M-készletéből, ez a valószínűleg a mozgósítási tartalékot jelentette, a palesztin felszabadítási frontnak szállítottak fegyvereket. Na most ez egy nagyon súlyos államtitok sértés, amit ez a matróz jóhiszeműen elpletykált ebben az autós út alatt, és a jelentések végén látható, hogy nagyon komoly intézkedéseket tettek, mint katonai, mint állambiztonsági belügyminisztériumi vonalon, hogy beazonosítsák ezt a Recski matrózt, ami nyilván nem lehetett nehéz, hiszen Recsken vagy. Nem sok matróz élhetett, aki erről a hajóról érkezett haza szabadságra. Tehát nyilván kárt okozott ennek a szerencsétlen stopposnak is. A személyiségének a mélyebb megértéséhez kiemeltem egy jelentést, amit szeretnék most röviden idézni szó szerint, ugyanis előd említette, hogy egy tulajdonképpen kisszerű tolvajról van szó, és hogy mennyire ez maradt a későbbiekben is, szeretném felhívni erre a jelentésre a figyelmüket. Hozzá kell tenni az előtörténetet, hogy értsék önök. Itt egy dekonspirációról volt szó, ami azt jelenti, hogy Solyon Fedő nevű ügynök egy rendőrségi eljárás során dekonspirálta magát, vagyis elmondta, hogy a belügyminisztérium beszervezett ügynöke, és az ilyesmit a belügyminisztérium nem szokta szeretni, hogyha dekonspirálják az operatív hálózatát, ezért egy vizsgálatot kezdeményezett, amelyben Solyon Fedő nevű ügynök leírta a saját szemszögéből az eseményeket, hogy mi is történt. Idézem. 1975. január 10-én pénteken este 23 óra körül a Gellért szállóba mentem szobát bérelni, mivel aznap Budapesten volt dolgom és későn végeztem. A 3. emeleten kaptam szobát, majd a kulcs átvétele után lementem a szálló bárjába. Kb. Éjjel 2-ig voltam ott, ez alatt 2-3 üveg sört fogyasztottam. 2 óra után, ahogy a szobámba mentem, egy hirtelen gondolattal vezényelve a 4. emeletre mentem,
és az egyik szobába minden előzetes terv vagy szándék nélkül benyitottam. Fogalmam sem volt, hogy ki van a szobában. Valami olyan gondolat motoszkált a fejemben, hogy be kell mennem. Ha a vendég alszik, és valamilyen értéket, pénzt vagy hasonlót látok hozzáférhető helyen, akkor minden bizonnyal elviszem. De erre, mint fentebb írtam, nem voltam felkészülve, hiszen semmit nem tudtam a vendégről egyáltalán, azt sem, hogy van-e pénze. Nem tudom azóta sem megmagyarázni saját magam előtt sem, hogy hogyan jutottam erre az elhatározásra, tehát spontán lenyomtam az egyik ajtó kilincsét, és az nyitva volt. Erre kopogtam az ajtón nem túl erősen, de a bent lévő meghallotta. Talán ez is a védekezés volt részemről, hogyha a vendég ébren van vagy felébred, a kopogásra akkor elnézést kérve továbbálja. De az is lehet, hogy ezzel a kopogással tudni akartam, hogy szabad-e az út, bemehetek-e a szobába baj nélkül. A kopogás után azonnal beléptem a szoba előterébe, és ugyanakkor az előtérből a szobába vezető másik ajtóban megjelent egy közepes termetű, kövérkés személy pizsamában. Megkérdezte, hogy ki vagyok és mit keresek ott. Nem tudtam részére megnyugtató választ adni, mire ő telefonon a szobából a portát hívta, onnan feljött a portás. Ő is megkérdezte, hogy mit keresek ott. És nem meggyőző válaszomra, magam sem tudom, hogy mit mondhattam, leszólt a szálló rendészéhez. A jelentés még 2-3 oldalon keresztül folytatódik, amelyben Solyom Fedő nevű ügynök leírja, hogy kihívták a rendőrséget is, és a rendőrség előtt azért, hogy neki ebből ne történjen komolyabb problémája, azt állította, hogy a BM ügynökeként valami titkos megbizatást végez a Gellért szállóban, és ezért nyitott be a szobába. Felolvasom még a jelentés legvégét, az utolsó mondatot. Végül még annyit szeretnék a történtekhez elmondani, hogy a kérdéses szobában, ha a vendég nem ébred fel, bizonyára magammal viszek valamilyen látható, hozzáférhető helyen lévő értéket. Nem tudom, minek a hatására született meg bennem akkor ilyen gondolat, mert soha azelőtt, főleg amióta titkos kapcsolatunk tart, még gondolatban sem fordult meg ehhez hasonló. Hát ez Solyom Fedő nevű ügynök dekonspirációjának a története, hozzá kell tenni, hogy ez egy 75-ben történt eset volt. Mint mondtam, 83-ig Solyom Fedő nevű ügynök rendszeresen jelentett az állambiztonságnak, tehát ezt az esetet elnézték neki, és semmiképpen nem állíthatjuk, hogy ez az ügynök a rendszer áldozata lett volna, hiszen sokszor önkezdeményezésre önként jelentett, és feltehetőleg komoly haszna is származott belőle, bár az, hogy pénzt fogadott volna el, erre nincsen semmiféle bizonyíték, de az egészen biztos, hogy külföldi útjait másképp nem tudta volna ilyen rendszerességgel elvégezni, hogyha az állambiztonság ebben nem segíti őt. Köszönöm szépen, tehát a Solyom Fedő nevű 3/2-es ügynök Deák Boldizsár, Magyar Péter alelnök társa munkájába tekinthettünk be, hogy milyen kistílű bűnöző volt, és milyen elvtelenül élt az előző rendszerben, és úgy tűnik, hogy hasonlóan elvtelenül működnek ma is.